Miskolci együttes ugye a dupla meccses hétvégéje első találkozóját egy újabb rivális a két mérkőzéssel többet játszó, de egy pont hátrányban lévő Debrecen ellen vívja itt a Népkerti csarnokban. Nem sérülések, eltiltások miatt és örömteli események miatt is sok... Azt az eget! Sok figyelmet kell a jégre szentelni, mert ugyan vannak hiányzók hazai jégről, de egy őrült gyors találat! Szinte másodpercre pontosan, ahogy a Csíkszered ellen kezdték a Medvék, úgy kezdik most a Debrecen ellen is a macik, csak most a csapatkapitány Miskolci Márkó lövi ki a hosszú felső sarkot! El egy méretes kis bombát, a koron kipattant, ugye Borisról is, ott pedig a túloldalon egy bepattanó koron is van! A gólszerző Ilveszó, de... Hogy dicsérjen most a gólpasztadó és nagyot vállaló Galajdát is! 2-0-ra vezet a DVTK 4. percben! Debreceni 97-es a gumidarabot, amit azért még sikerül a társaknak birtokolni. Átforgat a túloldalra Sági, most lesz egy veszélyes helyzet! Olyannyira az, hogy megszerzi a szépítő találatot az első emberelőnyös játékból a vendég együttes, a 77-es Mark Smirnov vette be a hazai kaput. Kicsit csapkodó a játék, de Kulesov szépen ütőjére veszi a korongot! Nagyon nagy játék volt! Razumnyák! Egy mozdulattal elfektette Göncit, és ott átrongott a kapu! És ez már csak egy új mozdulat, egy finom gyakorlat volt a DVTK házigól királyának! 18 gólos már! Hát nem kell hozzá forradalmasítani a jégkorongot, hogyha azt mondtam önöknek, hogy nem kis lehetőség birtokában most a DVTK, mert amennyiben ebből az emberelőnyös játékból be tudnák lőni a macik a gólt! Például így! Kis Roland nagyon is ott volt az én mondatom végén az a mozdulat! De nem a mondatom van a hangsúly, hanem azon, ahogy az emberelőnyt kihasználta most a DVTK, és egy nagyon nagy lépést tesznek a macik a meccs megfogása megnyerése érdekében! De éppen lehetett volna, de aztán jött ez a kis Roland féle gól. Majd most 3-2-ben megindulnak koromszerzés után a jeges medvék, jönnek a visszazáró emberek, de nagyon nagy játék! Majdzsaszowski! És a Majdzsaszowski gól előtt egy brilliás Miskolci Márk megmozdulás! Azt az eget milyen tempóban, és mi történt itt? Majd egy gyönyörű pátárka forgatás, ott egy kicsit szédülnek is az érintettek, Szoszunovval az élen. Tartja a pakot a jégen lévő Maci sor, és jön egy nagy lövés, gól! Kulesov! Óriási bombával! Megválaszolja az előbb a feltett kérdésemet! Lesz még gól a meccsen! Beveszi korábbi csapat a kapuját, a DVTK támadója! Nagyon-nagyon régóta nem köszönt be már Kulesov! Vassanku ütőjére korongott, de már olyan közel volt a kapus az, hogy nem tudta átpöckölni valahogy. De még egy nagy lövés, gól! Csak összejön! Ami az előbb nem sikerült közelről, egy picit távolabbról, igen! Vas János gólja zárja le a mérkőzést! A következő fordulóban 11-én vasárnap Debrecen, Dunaújváros és Budapesti Jégkorong Akadémia DVTK találkozókat rendeznek. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!